Mindig azt mondom, hogy amikor közúti forgalomban vagy, akkor ezeket nem tudod kipróbálni, illetve ki tudod, csak annak baleset a vége, az meg nem jó. Mert ha még az autó sérül, az hagyján, azt ki lehet javítatni, de ne vidd el a kocsit, tolvaj! De ha meg emberi sérülés van, az tökre nem jó. Ja, ő egy kollega, mindegy, nem érdekes. És itt meg azért én azt is mondom mindig, hogy aki jogosítványt szerez, annak kötelező lenne egy ilyen pályát megcsinálni, vagy ilyen tréninget, tanfolyamot, nagyon kell. Szerintem tökéletes kanyar technológia. Szerintem az oktató a büfében sírva röhögött, ha látta a gyakorlatot. De én nagyon szerettem. A tesztautónk egy Hyundai i40-es, azért jó az a kocsi, mert elegántos, tehát el tudsz vele menni este, hogyha olyan helyre mész. Elfér benne a family, hogy beülsz, komfortos, kényelmes, bitangul, megy és nagy. Ennyi. Meg hogy a színe jó, tehát hogy ezek vannak nálam. Az én szempontjaim alapján menő. Annak idején apám 1-2-es szürke típusú ladáját sikerült elcsakliznom, és emlékszem rá, illetve ami vizsgáztam, az egy Skoda 100-as volt Orosházán, azzal nyomtam, és utána apámnak akkor már 1-2-es ladája volt egy szürke, és az könyörögtem, hogy ha meg lesz a jogsim, akkor vehessünk bele magnót, mert az ugye nincs alapból. És az öreg kegyetlen volt, mondta, hogy az zavar vezetés közben, tehát az nem kell ezzel. És hogy először elkaptam egy esti bulira, Újkígyós Gyula viszonylatban szerettünk volna közlekedni vele, nyilván valami parti arcoskodás a 80-as évek legvégén. Az első kanyarban én éreztem, hogy kettőt vissza, tudod, kuplunk ki, és akkor autóval szépen megfarol és megy, ott szakadt el a kuplunk tárcsa, tehát nem volt boldog az öreg. De első saját jogú autó, az pedig egy 1-es Golf volt, egy gyönyörű metálzöld színű, barna belsővel bíró Golf, amit a fővárosi autópiacon vettem, és Kecskemétig jutottam vele, ahol szétesett. Most egy Hyundai Santa Fe-vel közlekedem, egy ilyen SUV, azt hiszem most ezeket így hívják divatosan, de én nem tudom, én azt mondom, hogy bitang jó, meg jó vele. Tehát kényelmes, keveset eszik, megbízható, egy éve van nálam, engem még soha sehol nem hagyott cserben. Elfér a két gyerek, játszótér van hátul. Én csináltam hülyeséget, és ezt be is vallom mindenki okulására. Mentem haza Újkígyósra Budapestről, és volt egy balos kanyar, amiben lassan közeledtünk be, volt egy kamion mögötte egy kis piros autócska, és én úgy éreztem, hogy ezt a kis piros járművet még megelőzöm. Ám a kukoricatábla mögül orvul, a balos nekem balos kanyarból, neki jobbos, előtűnt a másik sávban közlekedő személygépjármű, és közeledtünk egymáshoz, én ugye kielőztem, a kis piros jófej akart lenni, lelassított, ám én is. Álltunk így szembe egymással a kollégával, és akkor az a mentő ötletem támad, hogy én lehúzódom az ő sávjának teljesen a másik oldalára. Igen ám, de ebben a pillanatban neki is ez a mentő ötlete támad, hogy ő is lehúzódik erre a sávra. Szerencsére volt idő, úgyhogy így a két autó orra vitte el egymást. Akár tetemes haláleset és sebesülés nem történt, úgyhogy ezt megúsztuk. De ez pár éves volt a jogosítványom, amikor ezt megcsináltam. Nem volt szép tőle. Bocsi, ha most nézed a vezes.hu-t, akkor elnézést kérek még egyszer.